Szia Józsi, ne haragudj, de késtem. Szokásomhoz nem réven. Viszont hoztam neked egy meglepetést. Mi a túró ez? Hát ez ilyen. Mi érkezett? Csak nem megérkezett. Na nézzük, mi is érkezett. Már vártuk jó ideje. Srácok, mutatunk valami újat. Hát ezt már a múltkor láttuk. Ki is hozom, várjatok ide egy kicsit, ide a fűpacra. Jaj! Na, nézzük csak, hogy szokásos csomagolás. Itt van benne a csatlakozó, és mit rejt a kis dobozocska? Azt a betyár! Ez a Leetime-nak az új minie, 100 amperórás. A másik, kisebb méretű, ugye ki is vesszük, és akkor behangoljuk, rátesszük a csatlakozókat, ki is próbáljuk, összehasonlítjuk, hogy mi a különbség a 100 amperórás, illetve a mini között. Úgyhogy ezt a meglepetést hoztam neked. Ugye múltkor mondtam neked, hogy nagyon könnyű az aksi, és igen, próbáltam ezt überelni. Hát ezt figyeld. Ha valóban könnyű aksit akarsz, akkor... Kicsi méret, nagy erő. Így van, a Leetime Mini. A technikai paraméterem arra kérlek, hogy majd akkor beszéljem már róla. Szóval a teljesítményben majdnem teljesen azonosak. Ugye méretbeli és súlybeli különbség van a kettő között. Ugye ez már egy újabb generáció. Teljesítménye ugyanannyit tud tárolni, annyi, hogy az egyszeri nagy teljesítmény indító áramba, tehát az 5 másodperces indító áramba, a nagy az többet tud, mint a kicsi, ez 250 amper tud, ez körülbelül 300 és 500 között, de amúgy teljesítménybe, hozba, tehát erőbe ugyanaz, viszont súlyba sokkal kisebb. Úgyhogy igazándiból a mi szempontunkból, horgászati szempontból csak előnye van, sokkal több, mint az előző verziónak, hiszen kisebb helyet fog foglalni a csónakban. Nem is tudom, méretileg, mint egy kis 50 amperórás akkumulátor, annak a fele, nézzétek meg. Tehát így azért semmi. Súlyra 8,5 kg, míg a másik ugye 10,5, ettől függetlenül ugye azért ez az akkumulátor is minden igényt kielégít, viszont van még a kicsinek még egy előnye, hogy a Leetime-nál most ez jelenleg kapható, míg most sajnos a másik egy kicsit kifogyott a készletből, és egy-két hétig még nem lesz elérhető. És akkor, Pisti, nincs is más hátra, mint hogy üzembe helyezzük és kipróbáljuk. Úgyhogy dobjuk át a csatlikat. Szépen átrakjuk a csatlakozókat. Pozitívra, negatíva, negatívhoz. Úgyhogy már is üzemkész az akkumulátorunk, most körülbelül olyan 70%-ra van feltöltve, általában így érkezik, úgyhogy nekünk a mai estére ez bőven elég lesz. Ugye megmutatom a csónakba, gyertek, nézzétek, mennyi helyet foglal. Jaj! Betesszük ide szépen a sarokba, nézzétek meg. És itt van 100 amperóránk csónaknak a, és ráadásul ugye most a kisméretű csónak van velünk. A kis Ventus, ugye itt azért ez a belső hely azért korlátozott, úgyhogy itt például számít az, hogy egy ilyen kis pici, apró méretű, de nagy teljesítményű akkumulátorunk van. Úgyhogy Leetime, a videó alatt ott lesz a promókód, amivel meg tudjátok rendelni, aki teheti, éljen vele. Itt vagyunk a kis Ventusba, ugye azért ebben nem túl nagy a hely, úgyhogy számít az, hogy mekkora az akkumulátor. Amiről még nem beszéltünk, 12,8 voltos, ugye 100 amperóra, és ugyanúgy ez a hagyományos módon 20 amperrel érdemes tölteni. A videó alatt ott lesz a promókód, hogyha kedvezménnyel szeretnétek megrendelni. Ezzel a promókóddal egyébként további 5% kedvezményt tudtok kapni magából az aksiból, ami nekem elsőre laikusként nagyon-nagyon tetszik, tehát a 8,6 kg azért az 8,6, a 100 amper, múltkor voltunk egy 100 amperessel a másik fajtával, 3 napig horgászott el vele 4 ember, úgyhogy én tőle is hasonlókat várok. Mondjuk azt, hogy egyre nagyobb a szerelem, ami még jó, ugye nagyon hamar tudjuk tölteni, illetve tényleg a kocsiba is nagyon kicsi helyet foglal. Tehát ugye ez a másik, hogy amikor az ember pakolja be az autóba, nem kell külön helyet csinálni neki, mert ha jóformán nem is tudom, hogy méretileg mi ez, egy negyed hűtőtáskányi, vagy nem is tudom, hogy mi ez, nézzétek, hát. Ami még fontos,
Nálunk sokszor előfordul, hogy elfelejtjük feltölteni. Hát te, de én igen, nem. Igen, és akkor is azért, hogyha egy 20 amperes töltőnk van, és amíg az ember pakol a kocsiba, a 2 óra alatt azért egy 50-60%-ig, attól függ, hogy mennyire volt lemerítve, fel lehet tölteni, és akkor már egy napos percet akár végig lehet vele csinálni. És mi volt, ami még az utolsó percen a legjobb volt? Hogy a motor végig turbofokozaton ment. Ugye mostanában úgy teszteljük ezeket az aksikat, amit kapunk a Leadtime-tól, hogy ugye a 70-es Renault kizárólag az egész túra alatt turbófokozattal használjuk, és ugye így is 3 napot bírt a 8 embernek a teljes napi behúzás, tótérkép, radarozás, tehát rengeteget mentünk vele, úgyhogy meglátjuk, mit tud a Mini, hasonlókat várunk. Ami még fontos, esetleg egy pár mondatot beszélhetnénk arról, hogy ugye sok megkeresésünk volt a Leadtime akkumulátorral kapcsolatban, illetve a rendelésekkel kapcsolatban. Ugye néhány sort kell csak kitölteni a megrendelésnél a szállítási címmel, jóformán. Esetleg, hogyha valaki céges számlára szeretné megvásárolni, akkor egy kevéssel több adatot fog kérni. És maga a feldolgozási idő az körülbelül egy olyan 1-2 nap szokott lenni, a szállítás pedig 4. Ami még fontos, mert sokan meg szoktak ijedni, ha együtt rendeled az akkumulátort és a töltőt, pontosan, ne ijedjél meg, mert a töltő külön érkezik, hiszen ez egy ADR-es szállítás kötelezettségű dolog, és náluk számít nagyon a súly, ezért az akkumulátort külön szállítják, meg a töltőt is. Tehát nem együtt fog érkezni. A termék egyébként egyenesen Németországból érkezik, 3-4-5 nap alatt itt van, 5 év garanciát vár rá a Leadtime, és azonnali visszaküldés van, tehát hogyha bármi probléma van, akkor a Leadtime-mal tudjátok intézni. Mi ugye körülbelül 1 éve dolgozunk együtt a Leadtime-mal, nagyon korrekt cég, megbízhatóak, gyorsak, precízek, próbáljátok ki ti is, mert nagyon jó tapasztalataink vannak, nem hiába ajánljuk nektek ezeket a termékeket. Eddig beváltak, jó tapasztalataink vannak. Még annyit, hogy árba picit drágább, mint a másik trollingos 100 amperes akkumulátor, viszont cserébe ugye egy sokkal kisebb méretű kompaktabb cuccot kapunk. Azt mondom, hogy ez az aksi ideális a rapid pecákra, a gyors 1-2 éjszakás túrákra. Meg az egyszemélyes horgászatokra. Az egyszemélyes horgászatra, hiszen ezzel az aksival meg tudsz oldani mindent, mint a korábbi 10-15, akár 20 kilós ólom akkumulátorokkal. Illetve arra is nagyon megfelelő a méretéből adódólag, hogyha valaki csak arra megveszi, hogy most már a piacon lévő nagy radaroknak az üzemeléséhez, pontosan, hisz az nagy képernyők sok energiát igényelnek, úgyhogy egy ilyennel akár egész nap lehet úgymond radarozgatni, úgyhogy ilyenben is egy jó alternatíva lehet. Hamarosan érkezünk még egy Leadtime bemutatóval, még lesz egy meglepetésünk. Egy nagy ágyú. Aki teheti, rendelje meg az akkumulátort, a leírásban megtaláljátok a linket, használjátok az 5%-os promókódot, és torzuljanak a botok. Sziasztok! Sziasztok!